Sziasztok, kedves barátaim! Rég találkoztunk, és most beszéljünk megint egy kádáséről, amelyik lesz vasárnap, június 24. Ez az ekádasi, ez különleges, a neve Nirjala Pandava Ekádasi. Mindjárt mondom egy pár szót, mit jelent ez az egész szanszkrit szöveg. Azt jelenti, hogy Nirjala, nincs víz, száraz bőtöt ajánlja ez az ekádasi. Az a helyzet, hogy volt a Brahma Vaivarta Puránában egyik nagy harcos Bhima kérdezte a Vyasadeva bölcset, mondta neki, hogy én egy harcos vagyok, és nagyon sokat harcolok, edzek, sok mindent csinálok, és ezért nem vagyok képes bőtölni minden ekádasin az év folyamán. Tudna nekem ajánlani egy ilyen ekádasit, amelyeket elegendő csak egyszer évente betartani, és akkor ez bepótolja az összes ekádasit. És Vyasadev először mondta neki, hát minden ekádasit kell próbálni betartani, de Bhima mondta, hát ne haragudj, én nem tudom, nekem olyan erős a emisztési tűzem, hogy én nem tudok ezt csinálni, muszáj ennem. És akkor mondta, erre válaszolta Vyasadev, rendben, van, május-június hónapra esik egy ilyen ekádasi, Nirjala ekádasi, amelyiket, hogyha valaki betartja, akkor ezt meg kipótolja más ekádasikat, ami ember kihagyta. És ő és a testvérei, ugye Bhimának volt még 4 testvére, összesen 5 voltak, őket úgy hívták, hogy Pandavák, nagyon lelkesen betartották ezt az ekádasit, és ettől a naptól ezt az ekádasit úgy hívják, hogy Pandava ekádasi. Pandava Nirjala ekádasi, ez azt jelenti, Nirjala, nincs víz, szárazon bőtölő ekádasi. És természetesen ez 5000 év ezelőtt történt, mi nálunk most arról van szó, hogy nem tartja mindenki száraz bőtöt az év folyamán, hanem tartja vagy vizet iszik, vagy gyümölcsleveket, vagy eszik zöldséget, de legalább hüvelyestől, és a gabonától tartózkodik. De vannak olyan események, amikor valaki nem tudta róla, elfelejtettek valamilyen oknál fogva, és nem tartotta be néhány ekádasit, vagy csak egy ekádasit az év folyamán, akkor, hogyha valaki ezen a napon, a Pandava ekádasi napon száraz bőtöt tartja, akkor minden ekádasi betartva lesz. Akkor ez pótolja mindent. Ugyanakkor, hogyha bármilyen bűnt követel az ember, hogyha a ekádasin próbál tartani a bőtöt, és próbál az Úrra emlékezni, szolgálni, vagy adományozni, vagy meditálni, vagy olvasni az Úr dicsőségéről, akkor ilyen ember minden bűntől és karmától megszabadul. Természetesen ez nem működik, hogyha valaki mindig megszabadul, utána újra bűnt követi el, utána megint kell ekádasit tartani, hanem természetesen ember utána nem követi el újra ezeket a bűnöket, amit követel, mielőtt ekádasit tartotta be. Szóval ez egy jó alkalom újraindítani egy kicsit az életünket, betartani Pandava ekádasit. Ez egy szempontból azt mondják, az évnek a legfontosabb ekádasi, sokszor legnehezebb, mert általában mindenki szokott száraz bőtöt tartani. Tavaly is emlékszem, sokan tartattatók száraz bőtöt, és a nehézség attól van, hogy ember száraz bőtöt tart, és nagyon meleg szokott lenni, süt a nap, és akkor valaki rosszul is van egy kicsit, valakinek fáj a feje, sok minden lehetséges. De hogyha valaki próbál, akkor megkapja ezeket a jó lelki javákat. Hogyha valaki csak vizet iszik, vagy nem eszik hüvelyeseket és gabonát, akkor is nagyon jó. De jó lenne törekedni ezen a napon száraz bőtöt tartani. Köszönöm, hogy írtatok nekem múltkor is,
hogy ki kezdi, ki már tartja a kádasikat. Most is kérem, írjátok, ki fog tartani a Pandavai kádasit, ami vasárnap lesz, június 24. És sajnos, mivel voltam elutazva, és nem volt lehetőségem internethez hozzájutni, ezért volt még egy két héttel ezelőtt ekádasi, ami nem tudtam videót nektek csinálni, ezért elnézést kérem, majd próbáljunk többiekről csinálni videót, és most mondom egy pár szót megtörésről. Az ekádasi megtörése 25-én lesz, hétfőn, 4:47 és 10:06 között. Rendben, köszönöm szépen, lájkoltok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és majd találkozunk. Mindenkinek kellemes ekádasi tartást kívánok, mindenki legyen boldog, Hare Krishna!